Jó napot, sziasztok! Még mindig van egy pár fürt szőlőnk, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy még itt a szüret ideje, illetve annak az ideje is eljött, hogy egy Hyundai i30-as megmutassak nektek. Itt az M3 autóparkban vagyunk, és ezt a kis videót nektek szálljunk. Nézzétek meg akkor ezt a masinát velünk együtt, vagy velem együtt, illetve azt hiszem kollégáim is itt vannak, Feri, Peti és Concerto kollégáim már szerintem elhelyezkedtek a jobb egyben, és egy nyitott motorháztetőnk is van, még egy nyitott ajtónk. Hát gondolom akkor az azért van nyitva, hogy indítson be a motorját az autónak, meg is fogjuk tenni. Azt mondja, hogy nézzük meg, gyújtásra tesszük, azt mondja, hogy elforgatjuk, és úgy látom, hogy már is jár benne a motor. Ugye ott a kis 800-700-800 körül fordulatszámon van az autónak a fordulatszámmérője, és ugye 96.530, bocsánat, nem látok el, már annyira nem látok, hogy sírok mindjárt. Tehát 96.530 km futott, 7,3-es fogyasztással bír az autó. Ezt a dolgot innen ezzel a tripos gombocskával tudjuk elérni, 42-es volt az átlagunk. Oké, jó, és akkor 64 km-ünk van még az üzemanyag tankolásig. Ugye mutatja ő is azt, hogy jó, hogyha tankolnánk. Na, hát tulajdonképpen akkor itt ezt már meg is néztük. Ez a bőrkormány, ez ugye ilyen kis zenevezérlős. Gondolom keres csatornákat is, aha, de pont nem így, aha, be kéne programoznunk. Meg fogjuk csinálni azt is, ugye itt van a motorháztető, akkor tekintsük meg akkor először a motorját, ugye egy 1.4-es benzines motor van benne, ez a motor 105 lóerős. Lámpái nagyon szép, tiszták mind a kettő, tökéletes állapotban, kötfényszóró is egészséges, illetve kettő év műszakival kínáljuk nektek ezt a kocsit, most vizsgázott, méghozzá augusztus 23-án. Ugye van egy komoly akkumulátor benne, mert ugye egy start-stop rendszerű autó, tehát spórol nekünk üzemanyagot, amikor lámpánál vagyunk, és ez a funkciót, ezt hagyjuk, hogy éljen, dolgozzon, spóroljon, akkor ugye leáll a motor, hogyha nyomjuk a féket, és nincs sebességben az autó, és azt az 1-2 percet, illetve, hogyha már itt vagyunk, az az 1-2 perc, az lehet, hogy sok perc, mert hogy itt az M3-as mellett vagyunk, és valami baleset van, és áll az egész sor. Tehát ilyenkor feleslegesen jár a motor az autóban, és ő szépen leállítja nekünk, aztán amikor indulunk, akkor azonnal már is tetre készen viszi a karosszériáját a masina. Tehát az autónk akkor fekete, megbeszéltük a start-stopot, és látjuk, hogy egy jó állapotú téli gumi szett van rajta. Lefotóztam, fotók közt megtalálható az összes kép, jobban az egy darab kép, amit lefotóztam egy darab gumira. Na nézzük meg, mi mit nálunk. Van itt tolató szenzorok sorba, itt 4 darab a lökhárítón, aztán kinyitom a hátulját, ugye ez a kis blue felirat is, hogy ilyen környezetbarát a masina, aztán látjuk, hogy van benne kalaptartó, ez egy jó, erős, kemény kalaptartó, kivehető belőle, ledönthető az ülés, vannak bekötőpontok ott a műanyag elemek alatt, és itt pedig egy pótkerék szettet látunk az összes tartozékával, be lehet ide tenni. Ez egy kis virsli gumiám, nem egy ilyen nagy eredeti méret, ilyen szükség pótkerék tulajdonképpen, de az újabbakban már csak defektjavító szett van, örülünk neki, hogy egyébként valami karika rajta, vagy kerék, amivel tudunk gurulni még egy ideig. Aztán nézzétek meg, nem tudom mi látszik belőle, de nagyon szépen csillog benne ez a gyöngyház. Tehát ez egy gyöngyház metál fekete, és nagyon szép kis szivárvány színű csillámok vannak benne. Le van sötétítve a hátsó üvege, ez teljesen hivatalosan be van jegyezve, megvan a certifikátja, és az a tanúsítvány, ugye, amivel ugye bizonyítható, hogy ez egy olyan mennyiségben engedi a fényt, amit ugye megengedett ugye a szabványoknak megfelelő. Benne van a kalaptartó, benne van a fejtámla, és van függöny légzsákunk, ABC oszlopban légzsákokat találtok, oldal légzsákot, és egy nagyon szép szövetkárpitos ülést találunk itt, amiben ugye gyerekülés bekötő pontok vannak. Ezen kívül ott van a kis térképtartó háló, bal kezünknél kettő darab elektromos ablak, balra-jobbra, gyere-vissza. Másikat is azért nézzük meg, föl. Szép az ülésen is, kiülve, deréktámaszos, ezzel tudjuk állítani a támlát, ezzel pedig emelni tudjuk a fenekünket.
itt a start-stop rendszert innen tudjuk kiiktatni, itt a menet stabilizátort ezt innen tudjuk kiiktatni, ott látszódik ez az ESP off felirat. Nem hoztam ki a mérőcskémet, de hogyha én azt mondom nektek, hogy ez jéghideg levegőt fúj, akkor ez jéghideg levegőt fog fújni, amikor jöttök akkor is, tehát hibátlan, jéghideg, digitális, automata klíma van benne. A zenét kipróbáltuk, ugye innen tudjuk ugye szabályozni ugye a klímáját az autónak, be is van ugye kapcsolva, és szépen fújja a hideget. Van egy tárlórekesz itt, aztán AUX iPod USB felirat, tud csatlakozási lehetőség, egy 12 volt, meg még egy 12 volt, és van benne egy ülésfűtés gombocska, ez ilyen utólagos ülésfűtés, csak ide szól erre az oldalra. Kettő darab pohártartó, és itt van mellettem a szakértői gárda, Feri, Peti és Concerto. Mutatom már is, hogy mit tudunk itt nektek még prezentálni. Tehát itt van ugye a fóliáról a típus bizonyítvány. Itt van a két darab műszaki adatlapja az autónak, ez a legfontosabb nekem, általában 84.000 km volt ebben az autóban, 2021. 10. hóban, ugye ez 9 hónappal ezelőtt volt, és 70.000 volt benne 2020. decemberben, és mennyire igaz, mert látjátok, itt van 70.000 km volt benne 2020. decemberben, és egy előző óraállás 19-ben 51.000 km volt a kocsiban. Nagyon jó kis komoly értékes dolgok ezek. Itt láttam, hogy 2010. 8. hó 10-ei, mindegy honnan olvassuk, akkor is ugyanaz jön ki belőle, és ugye ez a i30 Európa Fantázia névvel ellátott Hyundai-ba ültem bele. Na és akkor még annyit meg tudom csinálni, nem tudjuk sajnos kipróbálni a kocsit, mert innen ki nem tudok menni, mert teljesen megállt az egész Szent Mihály és az M3-as is, úgyhogy nem tudok innen kimenni, viszont azt látjátok, hogy haladunk előrefelé, és haladunk hátra felé, hátra is, itt van ez a kis műszerünk, ő mutatja nekünk ugye a mögöttünk lévő teret, hogyha esetleg neki mennénk valaminek, akkor szólni fog, hogy neki fogunk menni, előtte még jelezni fogja, hogy fejezzük be a tolatást, tehát ezt is kipróbáltam, menet stabilizátort visszalőttük, kormányoszlopot állítható, minden igaz, csak két irányba, tehát leföl állítható. Szerintem mind átnéztünk itt mindent, amit lehetett, és próbáltam megmutatni, amennyiben valakinek is megtetszett volna ez a masina, az M3 autóparkban ezt meg fogja találni. Ugye Budapest, amelyik a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, ahol meg lehet tekinteni az összes autónkat, és ebben a faházban remélhetőleg rövid időn belül találkozni fogunk veletek. A viszontlátásra, sziasztok!